Gulyás Erzsébet vagyok, és építészként végeztem a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Azután design managementből diplomáztam, később pedig szociológiát hallgatok. Először egy speciális programban, ez a Roma Access program volt, és most pedig már az egyetemen, a szociológia szakon, a Közép-Európai Egyetemen megpróbáltam kombinálni ezt a két dolgot, tehát hogy a szociális fejlesztéseket és az építészetet. Nem csinálnánk ezt, hogyha nem hinném el 100%-ig, hogy van ezeknek a településeknek jövője, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy az elszegényedett jelző szó vagy jelző az nem egészen illik rá, mert ugye van egy csomó olyan forrás, természeti kincs, emberi erőforrás, amiben elég gazdagok ezek a települések. Hiszek abban, hogy generációról generációra több olyan ember fogja betölteni azt a szerepet, amit mondjuk nekünk értelmiségi romáknak be kell tölteni. Ez a híd szerep. Tehát, hogy ezek az alulról jövő kezdeményezések és a fölülről jövő kezdeményezések így vagy úgy, de összeérjenek és megtalálják egymást. Ezek a példák és ezek a beavatkozások, ezek nem receptek. Viszont vannak olyan részei, különösen a folyamat részében, az előkészítéstől a megvalósításig, a szereplők kiválasztásáig, az, hogy nem szociális fejlesztést hajtunk végre roma elszegényedett, főként roma közösségekben, hanem velük együtt. Tehát, hogy vannak itt ilyen apró különbségek, amik igenis el kell, hogy terjedjenek. És ennek a módja, ahogy ez zajlik, ezen a környéken, pici faluban töltöttem az összes nyaramat gyerekkoromban. Tehát, hogy a helyismeret, az valóban megvan a részemről. Nem lehet egyből nagyon nagyban elkezdeni tervezni. Álmodni kell, de lépésről lépésre kell megvalósítani. Ez a kulcs, hogyha az embernek van egy ilyen gyakorlati tapasztalata, amit megpróbál az elmélettel társítani, akkor azt generációról generációra tovább kell adni a politikusoknak, a fölülről jövő kommunikációnak irtózatosan nagy szerepe van. Tehát, hogy mondjuk naponta a parlamentben bárki, aki feláll, milyen üzenetet közvetít, vagy egy diskurzuson keresztül hogyan legitimizál diszkriminációt, vagy rasszizmust, vagy nem legitimizál, hanem elébe megy, és ellene megy, és felszólal a pozitív példáért, az nagyon fontos. Egy olyan periódusban vagyunk, ahol kellenek ezek a személyes példák, és mindenkinek egy ilyen személyes példává kell válnia a saját kis mikrokörnyezetében, és ezt nem szabad elfelejteni, ezt a missziót, és akkor onnantól kezdve mindegy, hogy milyen területen.